A hét során a tanulók megismerkedhetnek az oktatóikkal, osztálytársaikkal, illetve a képzésekkel játékos formában. Az idei évben a retro időszakát választották fő csapás iránynak a hétre, ahol az iskola minden zegzugát felforgató vetélkedőkben mérhették össze tudásukat a diákok egymással. A szekszárdi Tolna megyei szakképzési centrum Bezerédi István technikum pedagógusai már a nyári hónapokban megkezdték a gondos előkészítési folyamatokat, hogy az iskolába csöppenő nebulók minél színesebb és érdekesebb programokkal rázódjanak vissza az előttük álló tanévre. Mi az idei tanévben a retrót választottuk fő témának, úgyhogy kollégáimmal igyekeztünk olyan színes játékos programokat összeállítani, amelyekkel egy kicsit közelebb hozhatjuk a diákokhoz a retro évtizedeit. Ők ugye ebben a korszakban nem nagyon érintettek, mi oktatók annál inkább. Hétfőn már rögtön úgy kezdtük, hogy egy nagyon érdekes retrobik elnevezésű aerobikkal indítottánk a gyerekek kollégáimmal együtt. Azon a napon sportrendezvények voltak, ott is inkább ugye a retrojátékok, sorversenyek, ugróiskola, várméta. A retro korszak alatt gyakorlatilag a második világháborútól a rendszerváltásig terjedő időszakot értjük. Érdekesség, hogy az idő előre haladtával a retro időspektruma eltolódik. Így nem ritka, ha manapság már valaki az 1990-es éveket is retrónak gondolja. A 90-es évekről kellett plakátot készítenünk, azt színezgetjük itt a végén, már nagyjából kész vagyunk, és hát reméljük, hogy nagyon tetszeni fog a tanároknak is. 90-es évekből melyik plakátot választottátok, és miért pont azt? Újságcikkekből vágtuk össze ugye a nagy részét. Hát itt nagy részt a nyárról, van például szó benne, van futás, és ilyen futóverseny, meg kézilabda is. Látom a képek alapján, hogy mit gondolsz az akkori időről, az akkori hasonlókorú tinédzserekről, hogy tetszik neked ez a retro időszak? Hát én szeretem, mivel hát azért a szüleim is nagyjából ebben a korban éltek, szóval meg van elég sok testvérem, ők is azért ebben az időkorban születtek, szóval van közöm hozzá, és szeretem is. Többek között lehetőségük volt az akkori időkből származó újságcikkekből plakátokat készíteni, ahol a 90-es évek fiataljainak nyaráról és kikapcsolódásáról gyűjtöttek anyagot. Nekem a csomagolás volt a kedvenc programom. Nagyon jó volt, amikor szexuálon ilyen kvízeket kellett csinálni az emlékművekről. Nekem nagyon tetszik ez a hét. De még nem a retro korszakában születtél. Hogy álltál ehhez az időszakhoz? Hát nagyon-nagyon jó volt, meg jó feleveníteni a régebbi dolgokat, meg az emlékeket, és akkor így elszköthető programokat csinálni. Az eseménysorozat pénteken gála műsorral zárul, ahol az elkészült projekttermékek kivetítésre kerülnek az osztályok előtt. A legjobb helyezettek pedig díjakban részesülnek.